Juhász Csilla 40 éve tagja a Kapus kórusnak, azonban ennél régebben énekel. Amikor Dombóvárra jött tanítani, akkor már is csatlakozott az énekkarhoz. Ez a 80-as években volt még, mondja a Kapus kórus énekese. Nagyon változó a kórus összetétele, de most már évtizede nagyjából van egy ilyen alaptagság. Szeretjük egymást emberileg is, úgyhogy nagyon különbözünk. Tényleg nehéz egy ilyen heterogén csoportban lenni, ugyanakkor az, hogy mindannyian énekelni szeretünk, az azért mégis egy ilyen közös pont, és akkor egyébként is elfogadjuk egymást emberileg. A Kapus kórus 2022-ben ünnepelte fél évszázados jubileumát, amelyet egy nagyszabású koncerttel, vendégkórusokkal és fellépők közreműködésével tartottak meg, mondta Markovics Gábor, a Kapus kórus karnagya és művészeti vezetője. Repertoárjuk színes, az egyetemi kórus kultúra a magyar 20. századi kortárs műveken át szinte mindent énekelt a kórus az elmúlt 50 év alatt. A mai koncertükre, hogy átkapcsoljak, egy picit egy ilyen best of összeállítást hallhatunk ma, amelyben a cappella művek és megtalálható kíséretes művek is, zongora, illetve nagyon finom pici ütős kíséret is van. Tehát ütő hangszereket is hallunk ma, amivel színesítjük a műsort. A nyárköszöntő hangverseny Dombóvár Gunarason a Szent Gergely kápolnában rendezték meg.